Tisztelettel üdvözlöm a hölgyeket, urakat, megkülönböztetett tisztelettel az előadókat. Minden Szent Istvántól indul, ő alakította ki a var alapokon a második magyar államot, ami egy frank típusú keresztény állam volt, e, tulajdonképpen a karoling állam típus, és az első magyar állam, a szepei magyar állam harmonikus harmóniába hozott törvényhozása, gondolkodása és területi egysége. Nagyon lényeges megjegyezni azt, hogy a magyar keresztény királyság nem volt hűbéres állam. A lényeges különbség Szent István állama és a nyugati típusú államberendezkedés között az volt, hogy Szent István állomában a hatalom teljessége a Szent Koronáé volt, a nyugati államokban, nyugati országokban pedig az uralkodói. Aki lebontotta a birodalmát, elajándékozta a területeit nagy hűbéreseknek, princepszeknek, uralkodó hercegeknek, akiknek a hűbéresei már nem voltak az uralkodó hűbéresei. Ez magyarázza, hogy rendkívül megosztott volt egész Nyugat-Európa, példának említeném a német-romai császárságot, vagy említhetném Franciaországot, amelyik ebben a korban gyakorlatilag leszűkült a Loire völgyére a Szent Magyar Állam két gondolatra épült alapjaiba és számos egyébre. Az egyik az, hogy a teremtés apropójából, a teremtés következményeképp alkalmas az ember arra, hogy megítélje a jót, a rosszat, a hazaárulót, a patriótát, és a többi, és a többi a bűnös a tehát mivel megérti az alaptételeket, nem kell leírni, mert magától értetődően betartandók, és nem vitatém. Ez nagyon hasonlít az axiómákra, ami visszamegy a görög filozófiáig, ha úgy tetszik, Arisztotelészig, és ezekre kell felépíteni minden továbbit. Tehát a magyar történeti alkotmánynak alaptételei vannak, és ezek közül a legfontosabb, hogy az isteni törvényeket, a léttörvényeit, a természet törvényeit nem vitatjuk, hanem betartjuk. De ha végül megszegi az ember ezeket a természeti törvényeket, még mindig van lehetősége a bűnbánatra és a bűnbocsánatára. A másik alapvető tétel, hogy mivel a hatalom nem földi eredetű, egyetlen egy földi ember sem gyakorolhatja a hatalom teljességét, szemben az előbb említett feudális frankállamokkal. Ennek a következménye az, hogy a mindenkori nemzet és a mindenkori király megosztotta a törvényhozói és végrehajtói hatalmat is, ez egy több évszázaddal későbbi kifejezéssel úgy illetik, hogy alkotmányos monarchia. A korra nagyon jellemző, hogy az egyház nagyon jelentős változásokon jutott túl, a pornokrácia évszázadát befejezte, lezárta, és jelentős megtisztulást az eredeti Krisztusi tanításokhoz való visszatérést eredményezte a Klüni mozgalom, ami amihez 2000 kolostor csatlakozott Európában. Ennek egyik tétele az, hogy nem lehet vitatni a mennyek országának a primátusát a világi felett, tehát az egyházat mentesíteni kell mindenféle világi jellegű uralomtól nem lehet, hogy kialakuljon a cezáró papizmus. Ami kialakult bizán szerületén, a roma püspökének, a pápának a primátusa mindenek fölött áll, minden világi befolyástól mentes kell, hogy legyen. Ennek következtében a pápa felett nem rendelkezhet semmiféle formába sem egy király, sem egy császár, a klérus tagjai fölött sem ítélkezhetnek, csak egyházi hatóságok lehetősége az, hogy vitás kérdésekbe, perekbe döntsenek, és nem nevezheti ki a püspököket senki más, csak a pápa. Egyetlen egy kivétel volt, a mindenkori magyar uralkodó, az apostol király a Régnum és a világtörténelem egyetlen egy archi Régnumának az uralkodója, akinek erkölcsi kötelessége az egész keresztény világba, hogy őrködjön azon, hogy a léttörvényeit, az isteni törvényeket próbálják meghonosítani a keresztény világba, és azt szerint éljenek. A másik nagyon lényeges dolog, amit szeretnék említeni, hogy a kornak a politikai hatalmi viszonyait nagyon jelentősen befolyásolta az investitúra harc, ami azért a lehetőségért folyt, hogy a királyok, császárok püspököket nevezzenek ki. Említetném Angliát, ez vezetett Beke Tamás megöléséhez, Kenterből tethetnék a francia ambíciókra, de ami igazán megjelölte és jellemezte az investitúra arcokat, az a német-római császár, illetve a pápák küzdelme, ami egészen 1252-ig vagy 56-ig tartott benne, Negyedik Herri Kanossa járásával, de végül is Második Frigyes alatt a német-római birodalom szétesett, megjelentek a választó fejedelemségek, és az a széttagoltság, ami előtte is jellemezte a birodalmat, határozottan fokozódott. A következő kérdéskör a keresztes hadjáratok kérdése, amely tulajdonképpen nem a Szentföld felszabadítására indult, hanem így nevezték 9. Lajos hadjáratát, Szent Lajos hadjáratát a délfrancia albigensek, váldensek ellen. Az eretnekség Európa minden területén ismételten és ismételten feltűnt a Balkánon is a bogumilok, és 4. Béla öccse már a korba járunk, a Mártír Kálmán herceg vezetett ellenük hadjáratokat. Ez az a kor, amikor megjelennek a szentek. Nem csak a mártírok válnak szentekké, hanem a világi uralkodók is, akik abban a szellemiségben élnek, tevékenkednek, dolgoznak, amit a, az egyház megkövetel, a hit megkövetel. Rögtön említeném Szent Istvánt két egyház szentje, ez is eléggé ritka az egyház történetében, főleg a szkízisz időszaka után, de megjelennek a női szentek is, és nem csak a mártírok válnak szenté, hanem kiemelkedő, erkölcsös életet élő asszonyok is. Milyen nemzetek adtak általában szenteket az egyháznak? Anglia utolsó király szentjei az angol száz dinasztiából kerültek ki, utána egyetlen egy angol szent sem lett, nyilván itt a Anglikán Egyház kialakulása megakasztotta ezt a lehetőséget is 8. Henrik alatt, de az angol sz, ö, királyok áldozatai, Szent Beke Tamás, Szent Mórusz ők szentek lettek. A kepetingek között több mint ezer év uralkodás, összesen 9. Szent Lajos, aki életét Szent Kinga élettartam alatt érte le, ő tulajdonképpen az egyetlen, mert ugyan van még egy, második Sánta Károly, ansó Sánta Károly, illetve 5. István magyar király Mária nevű lányának, a második gyermeke, ugye első volt Martel Károly, második Lajos, aki Toulouse püspöke lett, és úgy avatták szenté, de ő félig már magyar volt. Nem akarok kitérni Mária tevékenységére Nápolyban, művészettörténet és egyéb körülményekre, de hogy Mária időszakában az ansó királyi udvar mintaszerű és erkölcsös életet élt, a számos bizonyíték támasztja le egészen addig, amíg a további fiúgyermekek francia házasságokat nem kötöttek a kapetények oldalágaival, és nem került egy valóá hercegnő, illetve nem került Taléron Perigor Ágnes, aki az egész erkölcse viszonyulásokat hithöz, egyházhoz, családhoz teljes mértékben át nem alakította volna. Magyarországon a klüni szellemiséget, ami meghatározta Szent István gondolatait, és a klüni szellemiség tükröződik a törvényeiben és és tükröződik az intelmekbe, amely különbözik az ókori persa vagy a karolingok király tükrői, amik séma szerint készültek, itt Szent István gondolatai jelennek meg, amiben az első a hit, a következő az egyház, utána jönnek az országbárok, és utána jön a régieknek a tisztelete, és megjelenik még egy gondolat, hogy az állam számára fontos idegeneket fogadjuk szeretettel, ami megjelenik a magyar történelem többi aspektusába, hiszen amikor Szent László a népvándorlás utolsó hullámait lecsillapítja, azok a pogányok, akik felvették a keresztény hitet, és elfogadták az itt lévő életet, gondolkodást, cselekedeteket befolyásoló, motiváló életszemléletet az állam részévé tette. Itt jelenik meg a jogkiterjesztés gondolata, hogy társországá emeljük a csatlakozó országokat, amelyek megtartatják ugyanúgy, ahogy a magyarok megtartották alkotásba, még az egyházi életbe is őseik bizonyos hagyományát, hagyatékait beépülhettek. Unok, úzok, besenyők, a hospeszek, akik közül azok a hospeszek, akik megtartották jogszokásaikat, megtartották törvénykezési hagyományaikat, Először személyi autonómiához, majd területi autonómiához juttatták a magyar királyok. Említeném először a németeket, Teutonicia, hogy az eredeti Andriánom szövegben van, akiket később szászoknak nevezünk, az akkor elérhető autonómia minden formájával rendelkeztek. Először személyi autonómia, utána területi autonómia, és a többi, és a többi. Utána a székelyek utána Jászok, Kúnok, Szabadkirályi Városok, Vármegyék, különösen Mátyás ott át már itt a korokban egy kicsit előbbre léptünk. Csak a szellemiségét szeretném a magyar királyi dinasztiáknak említeni. Egy teljesen egységes királyeszmét, amely egész luxemburgi zsigmondig a hitre, a törvényekre, az erőegyensúlyra, az autonómiákra épült, és mégis egy rendkívül erős központi hatalmat tudott kiépíteni. Itt említeném meg, hogy a szentek sorában a franciáknál két szent volt, a száliak között gyakorlatilag egy se, tehát a Oensaufok, a Habsburgok között egyetlen egy a legutolsó. Boldoggá pedig 800 évük volt rá, nem között egy se, Wittelbachok között egy és lehetne folytatni a sort. Tehát a magyar dinasztiának a belső életét, a szellemiségét, az egészen elmélyült hit, az árvákon való segítés, a jogok kiterjesztése, a mások problémáinak, gondjainak a megoldása határozta meg Szent László. A magyar történelemnek talán az egyik leges legnemesebb embere. A magyar király egyházi zsinatokat hívhatott össze, Szent László hármat, Panonhalmán, szabolcson kettőt. Milyen törvényeket hozott? Az itáliaiak, ha nem tartják meg a jó magyar erkölcsöt, menjenek haza. De a vagyont, amit szereztek, adják itt. Ebben mi van benne? Hogy volt jó magyar erkölcs, amelyik meghaladta a nem, hogy mondjam, csavargókból ide kerülő és hazát idegeneket. Másik törvény. A nők megerőszakolása részletező a győzvegyek és a többi halálbüntetést érdemelt ezt a mai korban, amikor a promiszkuitás szinte elvárás, és a legkülönbözőbb aberrációk természetesnek vannak bemutatva, azt jelenti, hogy a lélek gyilkossága ugyan olyan gyilkosság, mint a testé. Tehát halál érte. Nagyon sok mindent mondhatnék, de egyet nagyon hangsúlyoznék, hogy a szent Királyok nemzetsége 1192 után, tehát három férfi szent, után a spiritualitás, az életszentség, az erényeknek a gyakorlása a hölgyekbe, a királylányokba jelenik meg, akik bárhova kerültek Európában, már pedig Aragóniától kezdve szinte Skóciai Szent Margitán, Európa egészére kiterjedt, hiszen az Árpádokkal nagyon szívesen házasodtak a német romai császárok is, kelet -romai császárok is, és a harmadik nagyhatalom a kievi -rusz is. Az ő szerepük rendkívül jelentős volt, egy angol történész azt írja, hogy skóciai Szent Margit emelte ki a barbárságból a skótokat. De az, hogy példát mutattak az erények területén, új ismereteket vittek új hazáikba, ez kétségtelen. Még egyet említenék meg, hogy második András alatt, illetve negyedik Béla gyermekei között nagyon sok a szent. Említhetném Szent Ercsébetet, Európa Szentje, Védőszentje említhetném negyedik Béla lányait, a legidősebb lányt, Kingát, de említhetném kicsit előbb Prágai Szent Ágnest, említhetném Szent Kinga a másik szent testvérét, Szent Margitot, említhetném Boldog Jolánt, Kinga is és Boldog Jolán is, a Piasz dinasztia egy-egy ágának akkor élő férfi tagja az ment férhez, alapvetően befolyásolták Lengyelország sorsát és a környező országok sorsát is. Említhetném Halicsi, Konstancát és sok mást. Hogy a végén ezt a rendkívül komoly tevékenységet, amit ők fejtettek, és a hatásukat valami jó hírrel is meg tudja erősíteni. Nagyon úgy néz ki, hogy engedélyt kapunk arra, hogy Szent King archeogenetikai vizsgálatát elvégezzük. Ha már erre lehetőség van, bízom abba, hogy háromdimenzió CT felvételeket készíthetünk, életű szobrát, tudjuk megalkotni legalább két példányba, egyiket a nagyon rászoruló Lengyelországba, a másikat pedig szülőhazájába Magyarországon állítanánk fel. Köszönöm szépen! külföldre került királylányaink szinte valamennyien olyan erkölcsi fölénnyel, olyan erkölcsi tartással érkeztek a külföldi udvarokba, hogy a hatásuk messzire sugárzott. Megváltoztatták férjeik életét, megváltoztatták az ottani családok életét, az egész társadalom életét. Sok dokumentumunk van ezekről a, az életutakról. Ma Kingát szeretnénk kiemelni, Szent Kingát, Árpádházi Szent Kingát, aki negyedik Béla legidősebb leányaként látta meg a napvilágot Esztergomban, és a 13. századi kis lengyelország nagyon meghatározó személyisége lett, sőt az egész lengyel történelm egyik legmeghatározóbb fejedelemasszonya lett. A széttagoltság Európa államaira valóban nagyon jellemző lengyelország sem létezik, a 13. században egységes nagy országként, hanem különböző fejedelemségekre oszlott. Kinga a szandomíri krakói hercegségbe került, és a krakói hercegség mindig a legfontosabb volt. Krakkó városáért természetesen már akkor harcoltak a, a dinasztia utódjai. De mielőtt az életútjának nagyobb eseményeire rátérnénk, egy kicsit még mélyüljünk el abban, hogy mit is jelentett az ő esetében ez a dinasztikus szentség, milyen példaképei voltak a rokonságából, mit jelentett számára egy-egy példa. Ez azért érdekes, mert valóban a 13. századtól kezdve úgy látjuk, hogy a nők vállalják a legnagyobb szerepet a spiritualitás őrzésében mélyítésében, terjesztésében. Úgyhogy az lenne a kérdésem a kollégáimhoz, hogy milyen eszmei, szellemi változás volt, női eszmény változás volt a 13. században, hogyan érinthette ez Kinga saját egyéni fejlődését, ideálképeit. Tehát itt most kimondottan a női eszménykép megváltozására gondolnék, hogy milyen milyen ideálokat követett, és milyen, milyen nagy változás volt egyáltalán Európa szellemiségében ebben a korban? Szerintem itt elég sok kérdés felvetődött már az elején ebben az egy kérdésben. A kezdem a végéről, szerintem majd Egi is biztos hozzá fog tudni ehhez szólni, hogy mi az a 13. századi változás, ami a női eszményképet egyáltalán megváltoztatta. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Ferencás Eszme, Szent Klára rendje megjelent, és hát ez egy teljesen más típusú példaképet vagy eszményképet állított a társadalom elé. Ugye korábban professzor úr is említett, hogy a vértanú szentek voltak azok, akik elsősorban az életüket tiszteletre mértónak tartották. A 13. században ez éppen megváltozni látszott, és ennek az első generációja tulajdonképpen Szent Klára mellett Szent Erzsébet. Erpedhez is Szent Erzsébet, vagy másképpen Türingiai Szent Erzsébet, illetve hát tulajdonképpen maga Kinga is. Kapcsolódnék professzor úrhoz, hogy még mielőtt a ugye, kolduló rendeknek óriási szerepe volt, tehát negyedik Bél a domonkosokat, Ferenceseket is támogatta, ugyanakkor Szent Erzsébetnek óriási hatósugara volt, és mindenki őt szerette volna követni, akár hogyha Ószandecre utalunk, az egyik legelső Szent Erzsébet templom pontosan ö, ö, ott jött, tehát hogy ott, ö, ott alapították, de ugyanígy a Magyar Királyságban is nagyon nagy szerepe volt, tehát a magán a Szent is bizonyára a Királyi Udvar is részt vett, erről egészen pontos adataink nincsenek, de, de bizonyára ezt nagy örömmel Fogadták, és vissza szeretnék utalni arra, hogy a egészen különleges volt Kinga életében, a, ezt majd a képek alapján is szeretném egy kicsit megmutatni, a Mária tisztelet, ami, ami összefüggött még a, tulajdonképpen az édesanyja Laskaris Máriának a bizánci származásával is, tehát maga az életrajz is, a korai életrajz is Leírja azt, hogy hát hogy mennyire, mennyire kötődött már Kinga, már szinte születése előtt, ugye a legendába, megjelenik az, hogy egy édesanyját Mária megerősíti. Tehát egy ilyen csodaszép indítással indít a, a, a legenda. És nem csak Kinga életében, hanem Margitnál is ez a nagyon erőteljes. Mária és egyébként meg a Szent Tisztelet nagyon erőteljesen megjelenik. Ugyan képi források hát nem igazán maradtak fenn, de a legendákban megjelenik ez, hogy, hogy például Kingánál is a szobájában, a cellájában ott volt Mária és Krisztusnak az ábrázolásai. Köszönöm. Én most még annyival egészíteném ki ezeket a gondolatokat, hogy itt rokonokról van szó, tehát azok a nevek, amelyek elhangzottak, ezek a nők, ezek egymás közeli rokonai. Ugye? Tehát, és Szent Erzsébet valóban Assisi Szent Klára levelező partnere, tehát tulajdonképpen Assisi Szent Klára bizonyos szempontból még fel is néz Szent Erzsébetre, mert mert ő királylánynak született, és királylányként választja azt az egyszerű, szegény, mindenről lemondó életet, amit Assisi Szent Klára választ, de őnek, hogy is mondjam, neki kevesebről kellett lemondania. Tehát ilyen szempontból még, még csodája is, és ez a szentélyavatás ez 1235-ben volt, tehát ez egy nagyon fontos dátum, 1235-ben Erzsébet halála után két-három évvel, és azért is terjedt olyan gyorsan a kultusza, és azért is lett annyi művészi ábrázolása, és annyi temploma, mert ez a szentélyavatás megtörtént. Ami hát egy Európa hírű esemény volt, és a magyar királyi családot természetesen az érdeklődés középpontjába állította, és valahogy átsugárzott a az utódokra, a következő generáció nőtagjaira. Nem véletlen, hogy Prágai Szent Ágnes, aki szintén a rokonságba tartozik, ugye Konstancia, a második András testvére, harmadik Béla lánya, az édesanyja, Cseh Királyné. Először egészen más célok vannak a családban, egészen nagy dinasztikus tervek, de Ágnes a, a szerzetes életmód mellett dönt, és Kolostorba vonul, és, és a Ferences szellemet terjeszti országban és ebben a rokonságba tartozik Kinga, tehát itt testvérekről, unoka testvérekről, nagynéniről távolabbi unoka nővérekről van szó, akiket biztos, hogy akiknek az életútját, biztos, hogy nagyon jól ismerte. Erre tulajdonképpen Nekem, lehet, hogy nektek van közvetlen bizonyítékotok, nekem csak egy közvetett bizonyítékon van egy, egyfajta párhuzam, ami a Szent Margit legendában olvasható. Ugye, hát Szent Margitról van egy magyar nyelvű legendánk, a Ráskai Lea féle legenda, és abban van egy olyan részlet, hogy Margit bizony tanulmányozta a Szent Életű Nényének az életét, és a példáját szerette volna követni. Tehát ezt a 16. század elején leírták, sőt, már korábban leírták, ez csak egy átirat, ez a magyar szöveg. Tehát van bizonyítékunk arra, hogy ők figyelték egymást, figyeltek egymásra. Valószínűleg élő kapcsolat is volt, valószínűleg levelezés is volt. Sőt, tudjuk azt, hogy öm, például, amikor Kingának menekülnie kell a, a, a tatárjárás elől, akkor a Velerádi korostorba, menekül többek között Csehországban, Morvaországban, Mor 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 bocsánat, ami az ottani királyi család, tehát a rokonai felügyelete alatt áll. Tehát segítik is egymást, és összetartanak. Úgyhogy ez a Ferences eszmeiség, ez valóban a, az Árpádházi királylányok között rendkívül népszerűvé vált, és különböző pontokon terjesztik. És azt hiszem, hogy ez, ez kinga eszményeit, ahogyan ő élni szeretne, szinte teljes egészében meg is magyarázza. De valahogy az élete nem egészen az ő akarata szerint alakult, hiszen ő én úgy tudom, nem szándékozott volna férhez menni. Tehát szívesen választotta volna rögtön az elején a kolostori életet. De Ugye a dinasztikus érdekek azok sokszor felülírták nagyon sok esetben a személyes kívánságokat. Az egyetlen, aki ennek ellen tudott állni, az Szent Margit volt, aki nem volt hajlandó a szülői nyomás ellenére sem férhez menni, többször sem. Persze neki volt egy olyan indoka az, hogy őt felajánlották Istennek az országért, hogy ez ellen nem lehetett felhozni semmit. Tehát ő, ő dönthetett, de de Kinga végül is hát nem a kolostori élettel kezdte életútját, hanem fejedelemnél lett. Úgyhogy a következő kérdésem az az lenne, hogy hogyan is indult ez, a, ez az életút, tehát a, a, mi volt ennek a házasságnak az előzménye. Kicsit visszacsatolnék még az előző gondolatmenethez és a Margit legendához. Mert hogy ott azért abban az is uh, tulajdonképpen, uh, ha nem is megfogalmazódik, de uh, látszik, hogy a neveltetésnek nagyon fontos szerepe volt uh, általában a királyi családokban, de hát nyilvánvaló, hogy uh, a, a magyar uralkodó családra is uh, ez volt a jellemző, hogy a, a saját értékrendjének, a saját eszmeiségének megfelelően neveltesse a gyerekeit. És hát azért a Margit legenda nem csak azt írja le, hogy Szent Erzsébet volt példaképként eliállítva, akinek az életét, a tevékenységét, az erényeit, az erkölcseit, ugye ez is benne van a szövegben, rendszeresen felidézte saját maga és a társai számára is, hanem az is benne van a szövegben, hogy Szent István, Szent László és Szent Imre alakját és életútját ugyanígy rendszeresen maga előtt tartotta, és hogy valamennyiük követőjévé szeretett volna válni erényekben. Tehát maga a legenda ezt is tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy ez Margit neveltetéséből fakad, hogy ennyire részletesen ismeri ezeket a dinasztia tagokat, és azért az is kiderül a legendából, hogy ő pontosan tudja azt, hogy ő ugyanannak a dinasztiának a tagja, tehát valószínűleg a neveltetés során tudatosították is a gyerekekben ezt. Van tulajdonképpen képi ábrázolásunk is, ezzel kapcsolatban az egyik az úgynevezett Bernie Dipp, Tihon, amit ugye a Harmadik András házi oltárának tekintünk. Ugye a Harmadik Andrásról professzor úr már itt mondott pár szót. Ugye ő külföldön nevelkedett, a magyar krónikás hagyomány leírja róla, hogy az édesapja bár nem tudta a hercegi jogait Magyarországon érvényesíteni, de magyar királyok gyermekeként illetve leszármazóiként nevelték fel őt. Ez nagyon jól látszik a Berni Diprihonnak a képi ábrázolásában, ahol láthatjuk Szent István, Szent Imrét, Szent Lászlót és Szent Erzsébetet. Tehát az Árpád korban ezt a négy szentet mindenképpen a dinasztia tagjaként is, és szentként is a gyermekek elé állították például képként, és van egy harmadik, ami már az Anzsó korába vezetett bennünket, a Magyar Anzsó Legendárium. Ugyanezeket a képeket láthatjuk rajta, ugyan Szent Istváné elveszett, ugyanezeket az életutakat, plusz Tulózi Lajos is szerepel benne, ugye itt nyilván az új szent megjelenésével, és ráadásul az Anzsó-Magyar rokonság kapcsán Kiegészül tulajdonképpen az, akiket mindenképpen dinasztikus szentnek, szentként állítanak a neveltetés során. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak neveltetés, hanem ezt a példát látták és érték meg otthon. És ezt vitték magukkal mindenféle elmélyzést. Ezek az eszmények, ezek a rokoni és családi szálakon közvetített példaképek. Ezek egészen biztosan, hogy tehát Kingát is befolyásolták, de hát ő ugye házasságot kötött, kiházasították, de ez egy egészen különleges házasság volt. Most csak néhány szót szóljunk erről a házasságról, és arra kérném Évát a történést, hogy egy rövid idézetet olvasson fel negyedik Béla leveléből, amely ezt a házasságot érinti, tehát legalábbis egyfajta magyarázatot ad a, a, házasság létrejöttére. Erről a forrásról azt kell tudni, hogy nagy valószínűséggel 1247-ben, tehát a tatárjárás után keletkezett, negyedik Ince Pápához szól a levél, és a vonatkozó részlet, amit Ágnes kért tőlem, hogy olvassam fel, a következőképpen hangzik. A megtehető tekintetében azt mondjuk, ami tőlünk telt a megkísérelhetőt megtettük, amikor mindenestől a tatárok addig ismeretlen erőinek és természetének elébe álltunk. pedig vádja pedig éppenséggel nem illethet minket. Az adott helyzetben ugyanis, amikor a tatárok még országunk területén harcoltak ellenünk, az egész kereszténység három legfőbb udvarához fordultunk, tudni illik a tiétekhez, melyet a keresztények isteni eredetűnek és valamennyi között tanítómesternek tisztelnek és vallanak, továbbá a császárihoz, sőt, emiatt még hűvéreséül is felajánlottuk magunkat, amennyiben a mondott veszedelem idején kellő segítséget támaszt nyújt. A franciák udvarát szintén megkerestük, de egyiküktől sem kaptunk semmi bátorítást vagy segítséget, csak szavakat. Ahhoz folyamodtunk tehát, amihez tudtunk. A kereszténység érdekében királyi méltóságunkban megalázkodva, két leányunkat két rutén herceghez, a harmadikat pedig Lengyelország hercegéhez adtuk nőül, hogy rajtuk és más keleti barátainkon keresztül értesüljünk a tatárok mélységesen titkolt újdonságairól, és így szándékaikkal és csarált fortéjaikkal valamelyest felkészült ebben álljunk szembe. Azért gondoltam, hogy fontos ezt az idézetet ide behozni, mert ez rávilágít arra, hogy milyen gondolatok játszhattak az uralkodó családok fejében, mielőtt egy-egy ilyen házassági szerződést megkötöttek. És rávilágít a korra is, amelyben Kinga élt, tehát a tatárjárás véres korszakáról van szó, ami nagy mértékben befolyásolja az ő életét, a lengyelországi életét. Mert itt a háttérben néha egy-egy gyönyörű várrom tűnik fel, és én azt hiszem, hogy ezeknek a kapcsolata az ő életével, ez összefügg a tatárjárással. A ja, művészettörténész kollégát kérdezem. Kinga, hogyha így a családról is beszélünk, én azt gondolom, hogy ő mindig is az újra, újrakezdés példája, tehát ez ma is uh, uh, láthatjuk, tehát a háromszori uh, tatárbetörés uh, után is újjá építették a, a magát a, a, az országot, sőt, ugye óriási hozományan látta el negyedik Béla a lányait, és Kinga ezt az egész hozományt tulajdonképpen felajánlotta az újjáépítésre, aztán később ugye Krakó óvárosának a, a, az újjáépítésére, Beszélhetünk arról is, hogy, hogy mennyire rátermet volt akár akár a, a sóbányászatot ö, ö, tekintve, nagyon-nagyon fontos a, a, a szerete. Köszönöm. Tehát a, a tatárjárás nem csak Magyarországot érintette, nagyon tragikus módon 1241-ben, hanem még mielőtt a tatárok Magyarországot megtámadták, lerohanták Len kis Lengyelországot, tehát ahol akkoriban már Kinga élt, és ők nem tudtak védekezni, tehát nekik csak a menekülés maradt, hát soron a magyaroknak is a menekülés maradt. A tatárok ezt nagyon tudatosan tették egyébként, ahogy Csehországot is megpróbálták, ott nem sikerült, talán a hegyek miatt, talán Vencel király szervezettebb védekezése miatt, de nagyon, nagyon átgondoltan tették ezt, mert tudták, hogy Magyarország erős. Tehát először az északi védő vonalat kellett kizárni, megsemmisíteni ahhoz, hogy Magyarországot tulajdonképpen úgy el tudják foglalni, ahogy végül sikerült is. Tehát Kingának menekülnie kellett a férjével, családjával együtt, a családdal együtt, különböző ö, kastélyokba menekültek, aztán, amikor már azok sem nyújtottak védelmet, akkor Morvaországban, sőt, először még Magyarországra is menekültek, de hát az sem volt biztonságos hely. Úgyhogy, ö, és ők, 43-ban, tehát később tudtak csak visszatérni és elkezdeni az ország építését. Tudjuk, hogy Béla már nagyon gyorsan visszatért a dalmáciai menekülésből, tehát nagyon gyorsan, tulajdonképpen már a következő év májusában ő itt volt, és elkezdte az országot újraépíteni. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy valóban a pápához írt levél taglalja, hogy milyen szövetséget próbált negyedik Béla kötni. Ezek azért nem jöttek létre, mert a 9. Lajos, a francia király környékén írtotta az albigenseket, a pápa és második Frigyes pedig az Investitúra háborúját vívta. A dinasztikus kapcsolatokról. Első ansul Lajos szerette volna feleségül venni Szent Markitot, Kikos Arasza. Utána jelentkezett második ottokár, aki szintén szerette volna feleségül venni Szentmarkitot, az esküjére hivatkozott. Első Károly fia, második Ansú Sánta Károly, mivel az apja nem tudott feleségül venni egy magyar királylányt, ő pótolta és elvette ötödik István lányát, Máriát, Kullászló pedig a fiú elvette Izabellát, első Károlynak a lánygyermekét, tehát kettős házasság lett. A mongolok nagyon tervszerűen támadták meg Közép-Európát, három nagy oszlopba támadtak, az északi érintette, az akkor már férhez ment Kingát, 24-ben született, 15 évesen férhez ment, tehát rá nem vonatkozik a pápának írt levél. Az összes többire igen. Tehát a, igen, az északi mongol átkaroló hadművelet érintette Nagy Lengyelországot és Kis Lengyelországot is, de a sziléziai herceggel megütköztek, meg is ölték. Tehát így volt teljes, hogy délen Erdélyen keresztül, illetve az aldonán a főhadsereg ugye Tomaj szétverve a Vereckei hágon és környékénél jöttek át, de teljesen felépítetten támadták meg Közép-Európát, Morváknak szerencséje volt, Cseheknek szerencséje volt, Ausztriának a déli sarkát épp érintették, de ami nagyon lényeges, hogy negyedik Béla a tatárok kivonulása után, mivel nem tudták tartani megszállva az országot, utánpótlási nehézségeik voltak, alig tudtak a Dunán átkelni, egy egész télen keresztül nem. Azok a tatárok, akik a Sárga folyón, a Jangcsén, a Dónon, meg Volgán, meg ami elibük került, mindenütt átkeltek. Miért? Hát már nem tudták megsemmisíteni a magyar hadsereget, és Keregye Pál vezetésével tartani tudták a Duna vonalát. Negyedik Béla egy-két év alatt visszaszedte az utolsó Mábembertől a elcsatolt vagy zálogba adott vármegyéket, 18 hadjáratot vezetett életébe, talán kettőt veszített el, tehát Magyarország rendkívül gyorsan visszanyerte nagyhatalmi állását. Ha nincs negyedik László, a dünkrúti, tehát a morvamezei ütközetet minden valószínűség szerint nem Habsburg Rudolf nyeri, hanem otokár a második tatárbetörést, amiről megint nem nagyon beszélünk, érintette Lengyelországot is. Hát gyakorlatilag az ország területére nem tudtak bejönni, csak ezt tettem volna hozzá. Szeretném ezt hozzáfűzni, hogy uh, ugye ennek a levélnek uh, tulajdonképpen a legfőbb mondanivalója, illetve a, a vezérelve, ami ezekben a gondolatokban ugye megmut, megmutatkozik, az ugye az, a, a, a kereszténység védőbástyája gondolat, ami írásban itt fogalmazódik meg először. A, a tatárok azok valóban egy nagyon. Uh, előre megfontolt támadást indítottak Magyarország ellen, aminek nagyon fontos része volt az, hogy több irányból átkarolóan támadják meg az országot, ugye Lengyelország is többek között ennek esett áldozatául. Ugye én is említettem, hogy a tatárjárás után keletkezett a levél, az viszont... Nem hangzott el, hogy Kinga és Boleszláv házassága 1239-ben történt meg, évekkel korábban. Akkor már lehetett egyébként hallani arról, hogy támadnak a, a tatárok. Julianus második útja után, ugye ez 1237-38, teljesen világos, hogy a következő célpont Magyarország és a magyar király aki tulajdonképpen meg is, aki tulajdonképpen meg is fenyegetett a tatárok vezére. Az egy másik kérdés, hogy semmilyen jelen nincsen annak, hogy úgy szeretett volna negyedik Béla felkészülni erre a támadásra, hogy dinasztikus kapcsolatokkal megerősített szövetségeket hoz létre, hanem nagyon bízott a térség legerősebb államaként, államának az uralkodójaként abban, hogy az ő hadereje és az a határvédelmi rendszer, ami korábban is meg tudta állítani a keletről jövő támadásokat, az most is hatékony lesz és, és működni fog. Az egy másik kérdés, hogy itt technológiai újítások tömegével kellett szembenéznie a, a magyar királyságnak, amivel gyakorlatilag nem számolt, vagy nem, nem tudott számolni. És még egy dolgot tennék hozzá, amit professzor úr is mondott, hogy többször is volt olyan, alkalom, amikor a magyar király feleségét szerette volna feleségül venni egy külföldi uralkodót, többek között itt a tatárjárás kapcsán is el kell mondani azt, hogy 1239-ben első alkalommal kénytelenek menekülni a kijevírusz fejedelmei, akkor megkeresik a magyar királyt házassági ajánlattal, és 1239-ben visszautasítja őket. Úgyhogy ö, annak, hogy ö, ö, bármi jele lett volna annak, hogy, hogy, valóban a tatároktól való félelem ö, motiválta ö, volna a negyedik Bélát King a kiházasításában, azt semmivel nem tudjuk ö, megerősíteni. Igen. Most én köszönöm szépen, hogy ezt részletesebben elmagyaráztad. Számomra azért ez a gondolat, hogy ő ezt írja a pápának érdekes marad, tehát hogy ő, ő behozza ezt a dinasztikus fegyvert is, hogy még ezzel is védekezett. De lépjünk tovább, mert nekem nagyon, nagyon fontosnak tűnik, amit Ágnes mondott a rátermettségről, hogy... Most egy olyan szent nőről van szó, aki, aki gyakorlatias, akiről még azt is feljegyezték, hogy takarékoskodó volt, de aki, aki tulajdonképpen ezzel a rátermettséggel éppen úgy építi újjá kis Lengyelországot, ahogy a negyedik Béla Magyarországot. Csak őt nem szokták úgy emlegetni, pedig ő is Krakó teljesen le van rombolva, a királyi család nem is tud visszatérni, hanem egy közeli, nem tudom, faluban vagy hol van az udvar sokáig, amíg felépítik újra Krakót, és a, a Vável károsodásait az ő hozományából, az ő pénzéből helyrehozzák. És amikor már a hozománya folytán van, akkor szintén említetted a sóbányászatot. Mondanál erről valami, több, valamivel többet, hogy ez hogyan is? kapcsolódik az életrajzba? Az Atna szlatinai bányát, amikor Kinga hazatér, jó néhány évvel a 1239-es házasság kötés után, akkor ugye édesapjával több helyet a királyságban végigjárnak, és Ugye a, a leg, tulajdonképpen a legenda, a legendájának az egyik legjellemzőbb motívuma ez az úgynevezett gyűrű legenda is ehhez az egészen gyakorlatias célkitűzéshez igazodik. Tehát, hogy megkéri édesapját, hogy neki adományozza ugye a, a bányát, és a, hát édesapja neki adja, és a birtokba vétel jelé a gyűrűjét, az eljegyzési, gyűrűjét beledobja a bányába. És ami ugye a legenda szerint, amikor ugye a Vielicskai vagy Bokniai és a Bokniai bányákat aztán később az egészen új technológiák segítségével megnyitják, akkor az első alkalommal megtalálják Inga gyűrűjét. Tehát ez a legenda, de igazából a gyakorlatiasságra utal az, hogy, hogy ugye már ott korábban is folyt sóbányászat, Vielicskában is, Bokniában is, de, de hogy a szakembereket tulajdonképpen a királyi család biztosította uh -huh. számára. Igen, méghozzá Magyarországról. Tehát ez, ez egy egészen modern dolog, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan érdemes fejlődő országokat támogatni, akkor gyakran elhangzik az, hogy nem pénzzel, nem pénzzel érdemes igazán, hanem ismeretekkel, új technológiával érdemes. Támogatni, mert azzal lehet hosszú távon olyan fejlődést biztosítani, aminek van olyan anyagi hozadéka, ami a, tulajdonképpen kis Lengyelország legfontosabb jövedelmi forrása volt hosszú időn keresztül, hiszen a só a középkorban óriási értéket képviselt. És tehát ez a, ez a technológia, hogy ő, ő nem pénzt kér akkor az apjától, amikor hazajön látogatóba segítségért, hanem annál sokkal többet, sokkal fontosabbat és amit már Éva említett, hogy itt látjuk, hogy valóban rendkívül intelligens lehetett. Tehát nagyon-nagyon jó képzésben, tanításban részesülhetett, azon túl, hogy megkapta a komoly erkölcsi alapokat, azon túl, hogy követhette a rokoni dinasztikus szentek példáit, a gyakorlati tudással és érzékkel is rendelkezett érdemes szerintem mindenképpen megegyezni a tatárjárással kapcsolatban, hogy ugyanúgy, ahogy Magyarországon a szepesség területén ebben az időszakban be- és újra telepítés zajlott, ugyanezt el kell mondani Krakkorról és környékéről a Poprád vidékről, ami egyébként Kinga tevékenységéhez köthető. Itt is lehet mondani azt, hogy a részben újra telepítésről van szó az elnéptelenedett területeken, de új, új telepek létrehozásáról is. Vannak olyan okleveleink egyébként, amik Kinga vagy Kinga és a férje közösen állítottak ki, és Soltész megtelepedéséről szóló engedélyek ezek gyakorlatilag. Egyébként nagyon érdekes, hogy az, amit Kinga állít ki oklevél, tehát ami a saját mondjuk úgy, hogy megfogalmazású oklevele, ott nagyon érdekes személyiség vonásként világlik az elő, hogy, hogy hogy egy rendkívüli éles látás és logika látható, vagy érzékelhet mondjuk inkább így ezekben a, ezekben a levelekben. És a Krakó kapcsán még talán azt is érdemes elmondani, hogy azért itt nem csak a tatárpusztítás okozta károknak a kompenzálása történt meg, hanem tulajdonképpen ekkor indul meg az urbanizációja, és az a város, Szerkezett, szerkezet, ami Krakóra most jellemző, legalábbis a óvárosi részre, az pontosan ekkor alakul ki, és többek között annak köszönhetően, hogy akkor telepítenek ide soltészeket erre a területre is, és hát azért azt is el kell mondani, hogy ebben az időszakban indul meg Magyarország és Lengyelország között kereskedelmi és gazdasági kapcsolatoknak a, a, fellendülése, ami szintén nagyon fontos, és akkor talán egy érdekesség a Kinga gyűrűje legendához, hogy ennek van egy olyan változata is, ami nem a és Sóbányák valamelyikéhez kapcsolja kingát és a, a gyűrűt, hanem éppen ennek a kereskedelmi útvonalnak a, hát mondjuk, hogyha jelentőségéhez, tarna gyűjtötték azt a helyi legendát, hogy amikor kinga arra járt, akkor egy vízgyűjtőként funkcionáló barlangba dobta bele a gyűrűjét, azért, hogy majd oda később visszatérhessen, mert hogy ez neki nagyon tetszik, és aztán ezt találták meg, ez szerint a hagyomány szerint az itt eldobott gyűrűt a lengyel sóbányákban. Az viszont mindenképpen mutatja egyrészt a, a, tehát a kultuszának az alakulását is, és hogy az a tevékenységéhez, a tevékenységi területéhez mennyire kötődött. Nagyon érdekes a legendák alakulása, és hogy több változatban léteznek, hát ezt tudjuk, ez a legendák jellemzője. De van a legendáknak egy másik nagyon fontos jellemzője, úgy általánosságban, amiért úgy megragad bennünk, vagy megfog bennünket. Ez pedig az, hogy itt is tulajdonképpen egy csodáról van szó, ugye? Hát, hogy ledobja a gyűrűt mondjuk Mára Maroson vagy Tarnán, és az első sótömb, amit Lengyelországban, Bokniában kihoznak a földből, abban benne van a gyűrűje. Hát ugye ez egy csoda. És a legendákban, főleg a szentekről szóló legendákban ezek a csodák, ezért, ezek azért fognak meg bennünket annyira, mert valami olyasmit mondanak el a szóban forgó szeméről, a szóban forgó szentről, amit más módon nem lehet, amit a krónikák nem tudnak feljegyezni róla, valamivel többet, mert itt tulajdonképpen a, a transzcendens földi megnyilvánulását láthatjuk a fenséges Isten erejét, ahogyan ez megtörténik. És jelzi azt, hogy a a, a, ez a fenséges isteni erő így megnyilvánul, hogy itt egy kiválasztott emberről van szó, akik közvetíteni tud az ember és az isteni szentség között. És ugye ez a többi legendájában is benne van, hogyha még néhány példát mondanátok a többi legendáról, valamilyen más legendát esetleg. A legkorábbi legendája az ugye a 16 harmadik században keletkezett, és már 20 évvel a halála után igazából a csodáit elkezdték összegyűjteni. Utána Jan Lugos történetírónak nagyon jelentős az 1470-es években, 73-ban összeállított legendája, ami azért is nagyon érdekes, mert mutatja Kinga tiszteletének a, a folytonosságát. Tehát, hogy például a 15. században történt csodákat is részletesen, kronológikusan leírja, tehát például elképesztő számú halott feltámasztásról beszél, tehát ami, ami nagyon sok legendában, előfordul. Nagyon érdekes, ugyanígy, ugyanígy a, a hát a dinasztikus szentségre, illetve a ferencesekre vonatkozóan, ahogy, ahogy Szent Klára is nagyon sokszor előjön, illetve előjön Kinga sógornója Szalomea, aki, aki a neveltetésében is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, sőt, Kingának a talán mondhatjuk azt is, hogy megint csak, hogy rátermettségét mutatja, hogy Szalome a halála után ő volt az, aki elkezdte szisztematikusan összegyűjteni, hát ugye boldog emlékezetű volt, tehát ő is egy egészen szent életű asszony volt Kálmán hercegnek a, a, a felesége, és hogy hogy, hogy ez nagyon-nagyon ez fontos volt. Mint, mint Kingának az egyik jelentős nevelője, tehát Szalomának a, a csodáinak az összegyűjtése. Ugyanakkor pedig még szeretnék arra utalni, hogy ugye 1253-ban Szenté ö, avatták ö, Szaniszló püspököt, és Szaniszló püspök annyira személyesen érinthette Kingát, hogy a legendában leírják, hogy amikor, amikor fölemelik a, a, sírból a csontjait, akkor ő személyesen mossa le. A legendán túl nagyon-nagyon jelentős ez a, az a szent ugye professzorul beszélt a, a magyar királyság korai, a szent királyok koráról, és ez a Kinga és Boleszló közbenjárására, ez a Szaniszló Szent 1253-ban, ez tényleg egy, egy nagyon fontos Szent volt. Ugye nagyon sok kanonizációs eljárást indítottak, de kevés olyan Szent volt, ami valóban sikeres volt. Ha nézzük a következő évszázadokat, tehát tulajdonképpen Szaniszló volt, ami az ő, ő Szent egy nagyon-nagyon fontos, hát hozzájárulása volt tulajdonképpen Kingának Lengyelország történelméhez is, és hát mutatja ezt a személyes érintettségét is. King nem csak a saját életével akart példát adni, és példát mutatni, hanem felmutatott egy férfi példát, és egy férfi szentet adotta a lengyel nemzetnek. A szaniszló püspök egyébként éppen olyan mártírja a kereszténységnek, mint mondjuk a, a Bekett Tamás, tehát őt is a templomban öli meg, és egy királyi egyházi hatalmi ellentét hatalmi harc áldozata lesz. Tehát ezzel a szentel valóban nagyon sokat adott az egész lengyel egyháznak és a lengyel történelemnek, hiszen máig Lengyelország egyik fővédőszentje szentje Szent Szaniszló Ami érdekes, hogy valahogyan Szent Szaniszló a magyar anzsú legendáriumba is belekerült. Tehát valahogyan a magyar, sőt az érdi kódexben is benne van a legendája, eljutott Magyarországra is a tisztelete. Ugye azért ennek jelentősége van, hogy mikor keletkezett a Magyar Anzsú legendárium, ugye az 1330-as években. Akkor tudjuk, hogy Loki Eltek az, aki akkor Károly Robert felesége, úgyhogy nagy valós színusséggel az ő tevékenységének is köszönhető az, hogy különösen a északi megyékben, Magyarországon megjelent az ő tisztelete. Azért a 15. század után, mert annyira, azt mondják a kutatók, hogy annyira nem jelentős, mint ebben a korban. Viszont még szeretnék kapcsolódni itt a legendák kapcsán. Az égi közvetítéshez, hogy azt gondolom, hogy nem csak a legendák, hanem a folklór hagyomány az, ami alapján ez nagyon jól megfogható, nem tudom, King a vizet képes fakasztani, ami egyébként például a Szent Leszló legendával is korrelál, és nagyon szoros kapcsolatban van. Viszont Szanoiszló személyek kapcsán azt is érdemes elmondani, hogy ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően Lengyelországban is sokkal könnyebben és gyorsabban terjedt a, a magyar szenteknek a tisztelete, különösen Szent Lászlói egyébként, de Szent István és Szent Imre tisztelete ugyancsak, hogyha a Lugosz legenda szóba került, akkor azt talán érdemes elmondani, hogy ő már beleveszi a korábbi első legendához képest Kinga családtagjai közé Szent Lászlót is, és azt is leírja, hogy már az ő korában rengeteg templom és kápolna viseli a nevét, és Azért talán még érdemes a harmadik legendáját is Kingának megemlíteni, amelyben már Szent István és Szent Imre is említésre kerül többek között. Mi több Szent Hedvig is említésre kerül. Szóval, hogy ott, ott még inkább kibővül a rokonság, és nem csak olyan szempontból, hogy ki az, aki példaképe lehetett, hanem hogy még kik tartoznak ebbe a dinasztiába. Igen. Milyen élő kapcsolata volt a dinasztia tagjaival? Tudsz erről valamivel többet mondani? Hogy tudjuk, hogy egyszer biztos, hogy Magyarországra látogatott. Igen, hát ugye ezt a legenda is tartalmazza, hogy Magyarországra látogatott, de van több különböző forrásunk arra, hogy többször is járt Magyarországon, és ami nagyon érdekes, nem csak egyedül, hanem olyan követjelentések is fennmaradtak, amelyek arról tudósítanak, hogy az adott követ akkor járt a Magyar Király udvarában, amikor annak a már külföldre férhez adott lányai is, tehát nem csak Kinga, hanem Jolán és Konstancia is itt tartózkodott. Nyilvánvaló, hogy maradtak fenn levelezések is közöttük, tehát nagyon szoros kapcsolatot tartottak. Ugye azt gondolhatnánk, hogy egy távolra, külföldre férhez adott királylány az nem sokszor fordul meg a hazájában, és azt tapasztalhatjuk, hogy mégis. Igen, ez nagyon nagyon érdekes és én úgy vettem észre, hogy a, a nemzetközi kutatásban most kezdik felfedezni annak a jelentőségét, hogy a testvéri kapcsolatok, tehát a családi hálózata történelemben, a, akár a középkorban mennyire fontos volt. Valahogy öm, nyilván viszonylag kevés az írásos bizonyítéka ezeknek a kapcsolatoknak, valószínűleg több a közvetett bizonyíték, hogy voltak ilyen kapcsolatok. De azt hiszem, hogy erre minden, minden történ középkori történelmi személyiség esetében érdemes odafigyelni, hogy a testvérek bizony éppen úgy a család, az család, tehát tartották a kapcsolatot, próbáltak járni amennyire lehetett. Nyilván voltak nagy ünnepségek, esküvők, keresztelők, egyéb összejövetelek felejtsük el, hogy az Ószandeci kolostorban nem csak Kinga élt, hanem miután megözvegyült a testvére Jolenta, és Konstancia is ott tartózkodott. Pontosan, ez is egy nagyon szép példája a, a nővéri-testvéri összetartásnak és szeretetnek. Ószandecről még nem beszéltünk, pedig nagyon-nagyon fontos, talán az életműve maradandó életműveként maradt ránk. Mit kell tudni Ószandecről? Kinga 1257-ben ugye a hozományából lényegében újjáépítik kis Lengyelországot, és Boleszló a férje tulajdonképpen ajándékként a Szandeci vidéket 1257-ben Kingának adományozza, és miután 1279-ben elhunyt Boleszló, itt is egy kicsit megint csak Kingának a, a rátermetségére szeretnék ö, utalni, hogy nagyon szerették volna, hogy ő mint fejedelemasszony továbbra is tulajdonképpen uralkodjon, de ő a 1280-ban megalapítja az Ószandeci Kolostort, és már már Boleszló halálánál ő igazából arra halála után arra készül, hogy a Klarissa apácák Eszményei ö, szerint éljen. Itt is megint csak mondanám az, új, 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 tehát az újrakezdést, mert ugye elkezdik felépíteni a, a kolostort, és akkor megint a tatár támadás miatt menekülnie kell a klarisszáknak. A, a Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ö, megint csak Szalomeát, ugye. Ö, Sogornőjét, tehát maga az első Clarissa kis Lengyelországba, ugye Szalomea volt, ő Szándomiersben lépett a Clarissák közé. És megint csak egy kicsit a dinasztikus szentségre kell utalni, hogy ugye ők rokonok voltak, tehát az Árpádház és Prágai Ágnes, tehát hogy Prágai Ágnestől tulajdonképpen jöttek a Szándomierszi Kolostorba a klarisszák. Hát maga az Ószandeci Kolostor az mindig is a, a kultúra fellegvára volt, akár a kottagyűjteményét tekintve, vagy akár a lengyel nyelv, nyelvemlékeket tekintve. Sajnos sokszor leégett, de Kinga halála után is, de hogy folyamatosan őrzik ezt a ezt a hagyományt a, a ma is klarisszák élnek a, a kolostorban. Talán itt látták a fotókon, ahogy ez egyik Clarissa szerzetes hölgy Kingának az erekjéit, amit tulajdonképpen hozzá kötnek egy, egy ilyen erekje tartó dobozban megmutat, és ebből hát egy, egy hát megint csak egy kicsit utalnék Bizáncra, van egy, egy áldoztatok kanál, ami ami hát feltéte, feltételezhető, hogy tényleg kinga személyéhez köthető. A többi is ugye a hagyomány azt tartja, hogy, hogy hát valahogyan kingához kötődik, de ezek igazából inkább ilyen offerek voltak. Tehát a kolostor és a tárgyi emlékek a művészi alkotások példáján, példájából még többet megtudhatunk kingáról. Most egy kicsit összefoglalva azt, ami eddig elhangzott, szeretném mondani, hogy egyrészt szerettük volna bemutatni úgy, mint társulalkodót, mint rátermett fejedelemasszonyt, aki saját vagyonát feláldozva fog hozzá az ország újjáépítéséhez, és szerettük volna bemutatni a, az apácát, a, a szellemiekkel az imádságos asszonyt, a szellemi értékekre koncentráló erős lelkű nőt, aki egész életében egy eszmény szerint tudott élni, és valahogy ebben a, ebben a tiszta házasságban, ebben a Józsefi házasságban találja meg az igazi belső szabadságot. Élete végén alkalma van apácaként élni valóban a Kolostorban, de akkor is újra kell építeni, ugye a tatárok lerombolják, újra kell kezdeni, tehát tulajdonképpen egész életében ez a kettősség jellemzője marad, és valahogy így is marad meg a lengyel nép emlékezetében mind a két nagyon erős tulajdonságával. És ennek bemutatására szeretnék egy litánia részletet felolvasni természetesen magyar fordításban, mert kiemelnek olyan tulajdonságokat, amelyeket mi is szerettünk volna itt most kiemelni, csak hát ez egy ima, tehát egy nagyon-nagyon szép szöveg. Szent Kinga litánia részlet. Szűz Mária, könyörög érettünk, Szent Kinga, keresztény erények illatos virága, nagy jámbor szűz, angyali tisztaságú szűz, szent feleség, keresztény özvegyek mintája, legigasságosabb királylány, irgalommal és kegyelemmel teli hölgy, elnyomottak és nyomorultak védelmezője, szomorúak és szenvedők vigasztalója, szerzetesi erények úrnője, könyörög érettük. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon szép nagyon szép szöveg. És ö, ö, hozzá lehetne még néhány dolgot egyébként fűzni, mert a ennél jóval hosszabb ö, van egy olyan részete is, hogy ö, Szent Kinga a magyar nemzet büszkesége. Azért ez egy picit elgondolkodtató, mert mennyire vagyunk büszke Szent Kingára. Mennyire ismerjük, mennyire őrizzük azt az örökséget, amit. Nem csak Lengyelországnak hagyott, hanem, hanem az egyetemes kereszténységnek. Tehát mi erről a véleményetek, hogy talán majd szóba jön még a, a, a bemutatóban, ami hamarosan el fog kezdődni a részletesebb ismertetés, de mi erről a véleményetek? Még ezt szeret... utolsó kérdésként ezt szeretném fel. Hát én azt gondolom, hogy abból adódóan, hogy ez egy nagyon kevéssé kutatott téma, nagyon gyakran megfogalmazódik az a magyarokban, hogy Kinga lengyel szenté vált. Viszont hogyha elkezdünk kutakodni, akkor találunk arra vonatkozó adatokat, hogy tulajdonképpen ezt csak, mi csak elfelejtettük, ugyanis a újkori, legújabbkori Ferences rendi hagyományban a férfi és a női rendtársaknál kimutatható a tisztelete, egykori ábrázolásai, amelyek legkésőbb a II. világháború során elpusztultak Magyarországjak. Kimutatható, hogy, hogy nyomuk van. Úgyhogy ráadásul egyébként ahogyan a lengyelek visszaemlékeznek arra, hogy tankönyvekben tanultak Kingáról, úgy a magyarországi tanítók is ö, tanultak ö, a tanulmányaik során többek között Kingerről, ami pedig azt jelenti, hogy ezek a ö, személyek, amikor kimentek iskolákba oktatni, akkor bizony a, Hát mondjuk úgy, hogy a ma általános iskoláskorú gyermekekhez is eljutották az ő hírét. Ez régebben volt, nem most. Ez így van, ez a második világhábor előtti időszakra vonatkozik. Ugye regionális tisztelete volt, és ennek elsősorban ennek az a magyarázat, hogy a kanonizációja többször megindult, és aztán hát ez, ez megszakadt. És 1690-ben avatták boldoggá, és pontosan most fogjuk egyéb ként ünnepelni, hogy Szent Második János Pápa 1999. június 16-án, tehát pontosan egy hónap múlva lesz az évfordulója, hogy Szenté avatta Kingát. Tehát a tisztelete a középkorban igazából ószándec, Kis-Lengyelország és a Szepesség elsősorban, és pontosan ezért, mert hogy a kanonizációja a későbbiekben egy, egy kicsit megakadt, és mindig volt egy, egy újabb lendület, amit ho ami hozzátett tulajdonképpen magukhoz az ábrázolásoknak a az egyediségéhez is. Talán erről még egy picit későbbiekben így tudok mondani. Tehát szó volt Mária tiszteletről, hogy milyen uh, óriási szerepe uh, volt a Magyar Királyságban uh, Mária tiszteletének, és a legendákban, Margit legendájában, Kinga legendájában, és uh, uh, szerepel az, hogy a cellájában uh, ott volt uh, Mária uh, arcképe Kingának, az is szerepel, hogy már születésétől kezdve ö, ott volt ez a képmás. Hát igazából nem tudjuk, hogy pontosan milyen volt ez a, a képmás. Hoztam példának egy nagyon-nagyon különleges ö, mozaik ö, ikont. Ö, ez egy Hágioritisza bizánci ö, mozaik ikon, és az ikonográfiai típusa szerint ez egy ö, olyan ö, Mária ikon, amely Máriát, mint a legfőbb közbenjárót mutatja, ott a jobb sarokban megjelenik Krisztus, aki tulajdonképpen választad Máriának, hogy a kéréseket teljesíti. Annak ez az érdekessége annak az ikonnak, hogy Szalómea, tehát Kingának a sógornője, ugye a, a krakói Clarissa kolostorban Kolostornak adományozta, és a feltételezések szerint Szalomea ezt Laskaris Máriától kapta, és hát ugye esetleg Konstantinápolyból kerülhetett ide ez, a, ez az ikon. Egyébként tudunk Ószandecből is egy 15. századi ereki és táblaképről, ami a hagyomány szerint Kingának a cellájában volt. Ez egy nagyon fontos, a Kinga ikonográfia szempontjából ez a táblakép, nagyon röviden szeretnék róla szólni. Ugye volt röviden arról szól, hogy Szándómiersbe, Szaloméa belépett a, a Clarissa korosztorba. Ez a táblakép 1430-40 körül körül keletkezett, és jobb oldalt a feltételezések szerint, Szent Kingát látjuk. A legendájában van egy olyan passzus, ami ami arra utal egy nagyon különleges attribútum látható mellette, ugye egy, egy, egy ilyen oszlopot vagy törzset megérint, ami kihajt. A többi szent középen szó volt ugye prágai Ágnesről is, itt prágai Szent Ágnesnek a védőszentje, a klarisszáknál nagyon fontos szerepet játszott Szent Ágnes, illetve baloldalt Szent Márt. Mártát látják. Egy nagyon rövid részletet szeretnék felolvasni azzal a kapcsolatban, hogy miért gondolom az, hogy Kingának ez az ábrázolása a táblakép jobb oldalán. A legendában ilyen drúgos 1470-es években összeállított legendájában olvassuk, hogy vett egy kicsi gyenge házfágat, parancsolta parancsolt a forrásnak, hogy őt követve változza, változtassa meg folyásának irányát a hásfa veszőt, amelyet a folyó megregulázására használt, Krisztus szolgáló lánya a földbe döfte, nem messze a templomtól. Mikor másnap magához kérette a veszőt, úgy találták, hogy egyetlen éjszaka meggyökerezett a földben, és zöld ágacskákat ontott magából, boldog kunigunda szűzi tisztaságának és nagy szentségességének jeléül, és világos bizonyítékául. Ugye az az érdekes, hogy drágosnak ez az írott forrás hogy az írott forrás az későbbi, és a magának ennek a legendának, a, ennek a momentuma, ez ugye itt képileg korábban megjelenik a táblaképen. Itt egy a fotón az Ószandeci kolostor látható, erről most így nem beszélnék részletesen, ugye a 13. században kezdték el építeni, ugye ezeket ban alapította, és utána folyamatosan építették ki. Magának a Szent Háromság tiszteletére szentelték a kolostort, ez nagyon fontos, Szent Háromság és, a, és Szent Klára volt a patrónusa az Ószandeci kolostornak, és a kolostornak a déli oldalán van az úgynevezett szent kinga kápolna, amely ma is a kingának a földi maradványait őrzi. Amit most látnak, ez a tumbája, ez 16-17. század körül keletkezett. A későbbi, ez most üres, a későbbiekben egy szarkofágba egy fém helyezték a... A, a földi maradványait. Az az érdekesség még, hogy ugye ez egy nagyon ö, szigorú klauzúrás rend, tehát tulajdonképpen a templom hajó felé ö, nyitott, a, kicsit látszik ez a rácsal a maga Kinga, Kinga kápolna, és az apácák, amikor a szent áldozáshoz járultak, akkor itt Kingának a sírja ö, mellett áldozta. A következő képen, illetve képeken a Szent Kinga kápolnának az úgynevezett Kinga oltára látható, ami azért nagyon érdekes, mert a folytonosságot mutatja. Tehát a 1400-as évek második felében a kanonizáció egy újabb lendületet vett. És 1470 ö, körülről származik, igazából ez a legkorábbi ö, fent maradt emléke kinga ez a ez a szobor eredetileg egy gótikus oltárnak volt, valószínűleg a közép ö, szobra. A későbbiekben többször ö, átalakították. Ugye látják, hogy Kinga lábainál egy óriási korona van, ez a hatalomról való lemondás, és, a, és annak a jele, hogy ő mindig is szolgálta, a, az övéit. A kezében az oszandeci kolostornak a modelljét tartja, illetve a kormánypálcát, a fején pedig egy úgynevezett fejedelmi fejfedő van, ami részben rekonstrukció, egyes vélekedések szerint előtte korona volt a, a fején. Amint látják, a későbbiekben ezt a barokban ö, átalakították, és kinga lábai alatt van az a bizonyos ahol amelyben a ö, földi maradványait ö, őrzik. Ez a szárnyasoltár, amit ö, itt látnak, ez a Tarnóvi Egyházmegyei Múzeumban található ma, de ö, eredetileg szintén az Ószandeci Kolostornak a, a tehát az ósz Kolostorban állt ez a, a, az oltár. A középkép a, a két szárnyképpel nem tartozik össze, de nagyon-nagyon érdekes, hogy baloldalt látjuk ö, Kingának, a, mint klariszaként látjuk. Tehát Clarissa csak, hogy szerzetesként, hanem rendfőnökként. Ugye egyes források szerint 1284-ben ő... Ö, tulajdonképpen az apátja volt a kolostornak, de egy nagyon sajátos helyzete volt, tehát tulajdonképpen mint egy fundrátrix alapítóként jelenik meg. Itt ugye az apátnői bot van a kezében, és nagyon fontos, hogy a Nimbuszban a felirat is otthon, hogy szánták, nem hangzott még el, hogy kunigundaként is a középkorban kunigundának is nevezték és ugye a klarisszáknak a habitusában látjuk. Vele szembe pedig Szent Klára. Maga Kingának az ábrázolásainál nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az, hogy Klárával együtt a későbbiekben is nagyon-nagyon gyakran ábrázolják, így majd a későbbi évszázadokban, ennek Ószandecben számtalan emléke van. Itt egy részlet, Szent Klárának, ugye, aki eukarisztikus szennek is hívjuk, az oltári szentség van ugye a kezében. Kingáról is tudjuk, hogy a legendában többször előfordul, hogy a tatárokat az imája segítségével előzte, illetve a Chorstin várát nem tudták nem tudták bevenni, nem tudták felgyújtani, és ugyanígy Kláránál is megjelenik az, hogy a szaracénokat az oltári szentségnek az erejével tudja távol tartani, és akkor így nem rombolják le a kolostort. Ez megint csak egy nagyon fontos ábrázolás a Kingának Ószandecben, ez már a, a valójában a boldogávatáshoz kötődik, Ugye 1690-ben hetedik Sándor pápa boldoggálvatta, és itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyrészt számtalan ö, új motivum jelenik meg, itt az előbbiekben nem említettem a, magát a sótömböt Kinga szobránál, ami megint csak egy későbbi, a 17. századtól jelenik meg az ábrázolásaiban. Kingának a jobb keze alatt látják a sóltombőt, és a, hát nem annyira látszik, de ott van a gyűrű is. A szüzesség a lilium a lábainál, ugye ott van a kormánypálca, a, a, a korona, és az oltár előtt, tehát a, a mély hitnek a jele az, hogy mindig, a, mindig Mária, Szűz Mária előtt ö, ö, imádkozott és nagyon kedves szentje volt, keresztelő Szent János, és egyfajta párbeszéd jelenik meg, ugye ott a, a, az oltárkép felett megjelenik keresztelő János. Még egy nagyon-nagyon fontos tikont szerettem volna itt megmutatni, ez Rómában a Szent Maria Maggiore Bazilikában a Salus Populi románi bizonyára emlékeznek, hogy amikor itt járt Ferenc pápa, előtte, a látogatása előtt is ez, ez előtt az ikon, csodálatos ikon előtt imádkozott, és utána is, a látogatás után előtte adott hálát. No, ennek az, az ikonnak egyfajta másolata, barokkori másolata jelenik meg ott a kép a képben ábrázolásként Kinga előtt. A következőkben pedig tényleg már nagyon röviden Kinga élő tiszteletéről szeretnék beszélni. Ugye 800 éve született és 25 éve avatták szenté, és 2023. március 22 21-én és 22-én itt Magyarországon volt egy nagyon-nagyon fontos zarándoklat, ahol lengyel, litván, szlovák és magyar testvéreink együtt együtt tisztelték Kingát. Itt a képen a hajós zarándoklatnak a, az egyik felvételét látják, ahol a Csorba Gábor diakónus ugye mutatja Kinga erekét, amely Esztergomból érkezett hajóval a belvárosi templomhoz, és éppen ezt a tiszteletet látjuk, ahogy Piotr Stefanek történész megérinti az erekét. Ez pedig már, amikor az zarándokok megérkeztek, ugye látják a lengyel és magyar zarándokokat, és a, a gyermekek is ő, kísérik a, a, az erekjét, és ezzel az erekével adott egy áldást, illetve kérte a diakónus a lengyel és a magyar népre Kingának a közbenjárását. Ez a kép pedig már a az oltáron, a belvárosi templom ö, oltárára helyezett szent kinga, és egy picit átvezetésként a következő beszélgetéshez, Anzsú Hedvignek az erekéje ö, látható. A nagyobb erekje ö, a Kingái, az Esztergomban van, a kénystárban, és a, a jobboldali eh, erekje, az pedig ezt most kapta a belvárosi eh, templom krakkóból, tehát egy csodálatos eh, felemelő pillanat volt, amikor Hedvig eh, erekjét átnyújtották, eh, ugye a bíboros atyának. Ez pedig megint csak egy nagyon fontos eh, momentuma volt ennek a zarándok ünnepségnek, amikor a lengyelek, litvánok, szlovákok és magyarok egy közös nyilatkozatot tettek, ugye az egyházi főméltóságok, Szent Kinga és ugye Hedvig jubileuma alkalmából, és hangsúlyozták a közép-európai népek közötti szolidaritást, és hogy vissza kell térnünk a forráshoz, amit már Szent II. János Pál pápa is több úszdításában kihangsúlyozott. Az utolsó képen pedig ez egy csodálatos zarándok ajándék volt, ugye szó volt itt a, a só és a gyűrű legendáról a Szent Mise végén az arándokok egy kis papírtasakban sót kaptak, és ezen a són látják egy, egy tulajdonképpen egy ilyen logóként, vagy emblémaként, amit vetítettem a Salus Populi Románi ikon alapján készített pecsétes, és egy kis matricával. Erdő Péter Bíboros úr hosszan beszélt arról, hogy mi Kinga üzenete a mának? Ez nagyon fontos, hogy hogy élő tisztelete van ma is a lengyelek is a magyarok ö, ö, körében, hogy magas só az a bölcsesség jelképe, és hogy mennyi ajándékot adott ezzel konkrétan is, és átvitt értelemben számunkra Szent Kinga. Köszönöm szépen a figyelmet!